Megkezdődött a teniszpálya elbontása az Újszegedi Ligetben. A Zöldváros projekt keretében közel 1 milliárd forintot költ az önkormányzat a park rendbetételére, modernizálására. A jelenleg zajló munkák azok ugye a teniszpálya területén zajlanak. Itt ugye az történt, hogy az önkormányzat perben sikeresen visszaszerezte a tulajdonát a korábban jogcím nélkül a területet használó teniszegyesülettől. Ennek következtében az ott lévő felépítményeket, kerítést, épületet el kell bontani, hogy a beruházáshoz előkészítsük a terepet. Ez a munka zajlik most, várhatóan a hétvégére, a jövő hét elejére az épület is elbontásra kerül. Ezzel párhuzamosan zajlik a Liget rekonstrukció beruházás közbeszerzési eljárása is. Ennek sikeressége esetén a kivitelező már tavasszal fel tud vonulni a területre és megkezdheti a munkát. A felújításnak három része lesz. Az újszegedi szabadtéri büfé korszerűsítése és a közvilágítás, valamint a kamerarendszer kiépítése mellett egy úgynevezett zöldváros jön létre a Ligetben kutyafuttatóval, szabadtéri tornapályával, tanösvénnyel. Régi hiányosságot orvosol majd egy új nyilvános mosdó kialakítása is. A helyiek részéről a legnagyobb igény a sportra volt. A tervekben ezért szerepel egy 1500 négyzetméteres öntött gumiborítású futópálya, és a fősétány mentén egy aszfaltos futó és gyaloglópálya is.